Sziasztok, molyok! Kinga vagyok. Hú, hát egy nagyon nehéz héten vagyok túl. Én és zsűritársaim is. És hát nem volt egyszerű menet, így hirtelen még gyorsan, amit tudtam, elolvastam, hogy minél több könyvet tudjak értékelni. A molyon egy kis reklám helye következik. A Merítés díjnak az ifjúsági kategóriájában, amiben én is szerepelek, a héten jönnek a beharangozók, a kimaradottakból, illetve a hétvégére a top 10-es lista is nyilvánossá válik. Én mindegyik őtöknek tudom ajánlani, amik oda bekerültek, mindenképpen érdemesek olvasásra, hol ezért, hol azért, és tervezem, hogy majd hozok róla nektek egy listát, hogy mi is az, amit érdemes olvasni. Illetve a múltkori videómban, ami az Ezt olvastam a héten videó, amivel most is érkeztem, kimaradt egy könyv, amit nagyon-nagyon szerettem, de e-bookban olvastam, és teljesen kiment a fejemből, mikor a videót elkészítettem, utána jutott eszembe, úgyhogy most mindenféleképpen vele szeretnék kezdeni, nem szeretném még egyszer kihagyni. Én nagyon megkedveltem ezt az írónőt, ő pedig nem más, mint Fróna Zsófia, a Fegyverforgatókból a harmadik rész, a Bajós szövetségek. Ez a Fegyverforgató harmadik része, mindegyiket nagyon szerettem, én talán a második állt hozzám eddig a legközelebb. Ez a harmadik rész is nagyon jó volt, de az első felében egyszerűen megbolondultam, hiszen a második rész után közvetlenül felvesszük a fonalat. És nincs, és természetesen spoileres leszek, de mielőtt ezt megtenném, azért annyit elmondanék, hogy mivel sorozatról van szó, aki nem olvasta az első két részt, és szeretném, annak amúgy is az lesz, hiszen ha a fülszöveget elolvassa, már spoilert kap. Itt annyit tudunk, hogy túl vagyunk egy támadáson, egy múzeumban, és a többit olvassátok el. Tényleg megéri. Én mindenképpen tudom nektek ajánlani. Én nekem a tavalyi évem egyik nagy kedvence, illetve hát az idei évem egyik nagy kedvence mindenképpen ez a sorozat volt, de már volt olyan rész, amit tavaly jelent meg belőle. És akkor jöjjön egy kis spoileres rész. Szóval az első felében olvastam, és vártam, hogy hol van Shetan. Hol van Shetan Cober, az én imádott karakterem, és Megállját továbbra is nagyon szimpatikusan viselkedik, nagyon-nagyon érdekesek az ő meglátásai, és tudok vele azonosulni a legeslegtöbb helyzetben. És írtam is az írónőre is, hogy mondom, ne haragudj, már a felénél járok, mondom, hol van már Shetan? És mondta, hogy olvasom, csak nyugodtan tovább, majd megjelenik ő, és meg is jelent. És hát eszméletlen, hogy mik történtek ebben a könyvben. Egyszerűen felfoghatatlan. Ugye, amikor megjelenik a legnagyobb ellenfelünk is, és el kell vele menni egy randira, és meg kellene ölni, de nem tudjuk megtenni, illetve olyan dolgok derülnek ki, hogy valaki talán még állhat ő mögötte, lehet ő is mégiscsak egy báb. Most akkor visszatér Shetan, vagy mégsem? Mi az a tökéletes asszaszin? És ehhez hasonló nagyon izgalmas kérdésekkel mentünk keresztül, és úgy, hogy közben Shetan helyett egy démon állt Megállja mellett, és sajnos az iskolában sem folytathatta tovább tanulmányait, hanem helyette, hát mint egy ügynök tevékenykedett. Nem feltétlenül úgy, ahogy mindenki szerette volna. Volt itt még mérgezés, ellenmérekkeresés és a többi. Nagyon-nagyon izgalmas volt. Én nagyon várom az utolsó kötetet, amit az írónő még mindig ír. És mondtam is neki, hogy írja meg minél hamarabb, mert nagyon el szeretném olvasni. Többet ebből nem fogok lelőni nektek, de annyit elárulok, hogy olyan függő vége van megint, hogy azt hittem, az agyam eldobom. Szóval, kedves Fróna Zsófi, ha megnézed esetleg ezt a videót, innen üzenem neked, ülj le, írd meg, mert nagyon várom, és nagyon szeretném olvasni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz a befejezés. Bár ezt már olyan is megírtam neki.
Aztán a következő, amivel szeretném folytatni, a Smár Rózának a Ladán könyve a Nagy folyók haragja. Ez, ahogy látjátok, nem egy kis könnyű olvasmány, ez egy ilyen kis féltéglácska, de én nagyon szeretem az olyan történeteket, aminek hossza van, ha jó. Azért ezt mindenképpen tegyük hozzá, mivel minél hosszabb egy történet, annál jobban bele tudunk merülni, és erre szükség is volt. Én ezt a könyvet, a kötetet úgy vettem kezembe, hogy ez egy ifjúsági történet lesz, ami szintén zsűrizni kell. Megmondom őszintén, a borítója elég felváltva nagyon tetszett, és nagyon nem. Egy kicsit olyan érdekes volt, azért mutassam meg nektek, hogy ebben ilyen térkép is van, magyarázatok is vannak, hiszen a fantasy mellett kaptam egy, tulajdonképpen egy trilógia első részében egy teljesen új világot, és annyit akarok megnézni, igen, ezt a Kolibri kiadó adta ki 2021-ben, és a neveket is elég volt megjegyezni benne, ez az igazság, nem feltétlen olyan nevek voltak benne, amik ilyen mindennaposak, viszont ahogy belerázódtam a történetbe, nekem megtetszett, én várni fogom, aztán a Varát könyve jön, nem véletlenül, és itt sem tudok spoiler nélkül beszélni a kötetről, hiszen nagyon sok minden a végén esik, esetleg nekem is. De azért annyi, hogy úgy kezdődik el a történet, hogy vagyunk egy helyen, ahol van egy király, egy királyné, akiknek vannak gyermekeik, egy lány és egy ikerfiú pár, illetve van egy kancellár, meg még sok más áskálódó természetesen mögöttük, ahogy szokott lenni. Van egy még egy másik negatív szereplőnk, aki úgy félig meddig negatív, inkább a szürke kategória, mert alapvetően negatív karakter, karózkodik, lopcsa, hazudik, hogyha én jól értettem, viszont mindezt a népéért teszi, és a népét segíti ezzel, szóval egy kicsit olyan Robin Hood-os beütése is volt a nagy kardnak. Mondom, a nevekkel nagyon bajba leszek, úgyhogy nem is nagyon mondanám, a lényeget mondanám el, ez a kancellár, ezt a kancellárt átverik, és a két iker fiát a királynak ő viszi egy hajón, méghozzá egy ilyen ünnepség van, a Véres sziklák éjszakája névvel, ahol is az a hajó, amivel ő viszi a két gyereket, ahol a sajátjai nincsenek fenn, ez hirtelen tulajdonképpen elsüllyed, és a két kis királyfi hirtelen eltűnik. És úgy néz ki, hogy meg is halt. Elég sok áskálódás van benne továbbra is. Nagyon sok a nagyon sok szereplős a történet, nagyon figyelni kell, mert aki ezt a hajót közben irányítja, az közben kapott egy kitüntetést, aki úgy volt a királyi flottában lesz, de nem ott lesz, hanem egy másik ilyen áskálódónak lesz ilyen főembere, akkor azt ott hagyja, elmegy valahova, és ott dolgozik nagyon sok pénzért, de nagyon kevesen élik túl, de ő közben beleszeret ennek a kisebb. Szóval nagyon szövevényes, nagyon izgalmas, nehéz volt letenni. Annak ellenére nagyon fáradt voltam, viszonylag sokáig olvastam a kötetet, mert az volt a baj, hogy naponta nagyon kevés időm volt rá, tényleg a múlt hét nagyon sűrű volt nekem, de így is azt hiszem, hogy 2 vagy 3 este alatt sikerült elolvasnom, egy pár óra alatt be lehet falni ezt a kötetet is, mert végig izgalmas volt, bár én nem feltétlen ifjúsági kötetnek mondanám, de ifjúsági, tehát nem is tudom, ezen életkori ajánlást nem is látok, de élvezheti ezt már egy olyan 12-13 éves gyerkőt szerintem, aki nagyon sokat olvas. Sokszor a Trónok harcát emlegetik, hogy körülbelül olyasmi. Én megmondom őszintén, ettől csak azért óckodom, mert én a Trónok harcát vessetek meg érte, se nem olvastam, se nem láttam. Úgyhogy akinek esetleg ez többet mond, mint nekem, akkor ő ezt a sorozatot szokta, láttam többször is, hogy ismételgetik, hogy ehhez hasonlít. Az biztos, hogy minden mögött a hatalomszerzés van, a pénz van, a féltékenység, a bosszúvágy, rengeteg minden. Lehunyt királyok leszármazottai bukkannak elő,
a nevek mögött. Az nagyon jó a kötetben, hogy vannak ilyen különböző... Itt megmutatják például, hogy a családfákat, hogy ki kivel van, miért van. Az biztos, hogy a végén az egyik rossz elnyeri méltó jutalmát, illetve méltó büntetését a rossz. A jók pedig még nem feltétlen nyertek, de várni fogom a következő részt, mert nagyon érdekes lett vége. Inkább úgy mondanám, hogy nem is függő vég, hanem, mint mondjuk tényleg egy sorozat első része, vége majd folytatása következik. Nagyjából el lehet képzelni, tehát önállóan is olvasható kötet szerintem, mert nagyon sok mindent lezár, de nagyon sok mindent nyitva hagy. Ha az embernek van egy kis képzelő ereje, hozzá tud maga is tenni, de én szerintem el fogom olvasni a következő kötetet is. Talán olyan 16-17 éves korosztály az, aminek én igazán tudnám ezt a kötetet ajánlani, vagy esetleg feljebb. Én szerintem felnőttek is jól szórakozhatnak rajta. Egy olyan fantasy kötet ez, ahol viszont nincsenek semmilyen különleges képességek, nincsenek mitológiai alakok, egy kicsit olyan más eltér ezektől. Se démon, se angyal, se vérfarka, se vámpír, se időutazás. Tehát ténylegesen egy teljesen új, kitalált világban vagyunk, ahol viszont intrika bőven akad. Úgyhogy én ezt a kötetet tudom ajánlani a fantasy olvasóknak. Nem egy egyszerű történet, bele kell rázódni, de beránthat magával. Hú, és most egy nagyon nehéz ponthoz érkeztem el. A következő kötet, ami itt van előttem, az nem más, mint Mészáros Dorkától a Felelsz vagy Mersz. Ez a kötet nekem nem tetszett. Ez egy, nem is tudom, hogy a napló és a napló regény között mi a különbség, de tulajdonképpen egy tizenéves kislánynak a naplójába olvashatunk, 14-15 éves lehet, mert 8. osztályos tanulóról van szó, Boriról, aki hát egy elég érdekes kislány, akinek amúgy szuper szülője van, de mindenki szereti, mégse szereti mindenki. Mindenki a barátja, senki se a barátja. Most vele vagyok jóban, ő a buta. Most bocsánat, hogy így mondom, nem így van a könyvben, de egyik részről el tudom hinni azt, hogy egy olyan kislánynak, aki mindent szeretne, hogy népszerű legyen, hogy szeressék, hogy ő legyen mindig a középpont, de közben ott mégse én legyek a középpont. Tehát egy formálódó személyiséget kapunk meg, hogyha csak ezt kellene osztályozni, akkor azt mondanám, ez egy ötös. De annyira nyűglődés, annyira kínlódás volt, annyira sok ismétlés volt benne, ugyanazokat kaptuk vissza, ismétlődve tulajdonképpen csak más szavakkal, hogy én nekem ez túl sok volt. Ismét hangsúlyoznám, hogy nekem. Nem szeretek könyveket lehúzni, nem szeretek kevés csillagot adni, nem szeretek rossz értékelést adni, de mivel úgy gondolom, hogy eddig is őszintén és mindig megmondtam a véleményemet, ez itt is így lesz. Nagyon-nagyon gondolkozom, hogy hány csillagot adjak erre a kötetre, nagyon nem nyert el a tetszésemet, és az is igaz, hogy az utolsó 2,5 oldal volt, mire talán 2 óra hossza alatt olvastam el, nem, egy. 1 óra hossza alatt olvastam a 2,5 oldalt, ugyanis 2 mondatonként belealudtam. Az utolsó 2,5 oldalba. Az utolsó, bármilyen regényt olvasunk, az utolsó pár oldalnak kellene lenni a legizgalmasabbnak, vagy történnie a lezárásoknak. Ehhez képest én úgy bögdöstek oldalba, hogy hát kelljen már fel, mert már majdnem horkoltam. Tehát annyira fenn akartam maradni és végigolvasni, és egyszerűen nem tudtam. Nagyon mérges voltam erre, a könyvre nagyon dühös voltam. Első felindulásomba 0,5 csillagot akartam ráadni. Láttam olyan értékeléseket, ahol azt írták, mert ugye említettem, miután elolvastam, mindig el szoktam olvasni az értékeléseket, hogy ki mit gondol róla. És azt vettem észre, hogy roppant megosztó kötetről van szó,
a két, három, három és fél csillagtól az öt csillagon keresztül a nagyon nagy méltatások, és nagyon sokan gondolkoznak hasonlóan, mint én. Egy embernél láttam olyat, hogy nagyon nagyot alkotott Mészáros Dorka, mert végre ténylegesen azt írja le, ami egy kislány érzelmi világa, és tényleg az ő szemén keresztül. Az volt a baj, hogy ennek a értékelőnek rámentem az adatlapjára, pont nem látszott, hogy hány éves, mert hogyha ezt egy 14 éves molytárs írta volna, akkor azt mondom, hogy befogom a kis számat, hiszen ő is annyi idős, akkor ő tényleg tudja. Én azért már 39 évesen nem biztos, hogy úgy emlékszek a régi 14 éves önmagamra, ahogy, és az is igaz, hogy nem ilyen világban éltünk, mint most, ez sok minden befolyásolhat bennünket. Én mégis úgy gondolom, hogy ahogy a három könyvnél említettem, a Spitzpipárnál, az Elvesztett múltnál, illetve a Madarak tolláról, hogy ott nagyon rövid volt a történet, és még elfért volna 100-150-200 oldal. Itt ez a kötet volt közel 300 oldal. Ja Istenem. Közel 300 oldal, 295 oldal volt. És ennél lett volna igaz az, hogy a kevesebb több. Ha ugyanezt megírja egy 150 oldalba a lényegre törekedve, akkor talán azt mondom, hogy tényleg egy nagyon jó kötet lehetett volna belőle a számomra, de nem vagyunk egyformák, hogyha tényleg van, aki ennyire magáévá tudja tenni, és be tudja fogadni, és azt mondja, hogy ez fantasztikus, legyen. De én nekem ez nem. Semmi plusz nem adott benne, nem volt benne semmi. Itt ténylegesen csak ennek a kislánynak a vekengése, a nyűglődése, a most szeretnek, most nem szeretnek, most bonbont kapok, nem fogok kapni, miért kaptam annyit, mégis miért nem kaptam, mert... Ja, tehát nagyon-nagyon sok volt. Itt ez túl sok volt, ebből bőven kevesebb elég lett volna. Ezt amúgy a menükönyvek adta ki. Én szerintem olvastam már tőlük, nem tudom, hogy mit szóltam ahhoz a kötethez. Illetve itt a képen látható fiú és kislány, ha ez a kislány lenne a főszereplőnk, akkor nem értem a történetbe azokat a mondatokat, hogy kövér vagyok, le kell fogyjak és társait, de a borító nem mindig adja vissza a köteteket, ezt már tudjuk, úgyhogy nem vagyok benne biztos. Ugye persze itt is szóba kerülnek azért a ennyi idős kislányoknál a szokásos dolgok, mint miről gondol, a szőrtelenítés, a fiúk, hát talán a menstruáció, tehát amúgy teljesen leplezetlenül van leírva olyan dolgok, amit máshol nem biztos, hogy megkapunk. Én mégis úgy gondolom, hogy nem tenged benne túl, és mégis inkább az érzelmi világra próbált meg rámenni. Én szerintem ez nagyon kevés sikerrel, és azért is vagyok ennyire bosszus és dühös és mérges, mert én Mészáros Dorkát fogalmam sincs miért, egy fantasztikus írónak gondoltam, és amúgy lehet, hogy tényleg az, és fogok még tőle olvasni, azt hiszem írt már felnőtteknek krimit is, azt több helyen láttam, hogy méltatták korombeliek is. Szóval lehet, hogy pont azt a könyvet fogtam ki tőle, ami nekem kevésbé tetszett. Én egy írót nem szoktam egy könyv alapján megítélni, úgyhogy mindenféleképpen fogok még olvasni, mielőtt azt mondom, hogy elég volt. Egy kötet, nem kötet, mindenkinek lehetnek jobb és rosszabb napjai, az íróknak is lehetnek jobb és rosszabb könyvei. Nekem ez nem jött be, de a vélemény mindig ugye egyéni és szubjektív, tehát én könnyen elhiszem, hogy másnak meg fantasztikus történet lehetett. Aztán a következő kötet, ami nagyon-nagyon tetszett, ez nem más, mint Madarász Évától a Hullámvasút, ezt a Móra kiadó adta ki. A borító elég érdekes, ha megfordítom így nektek, nem tudom mennyire látszik, ez a másik, igen, ez pedig az eleje. Hát gondolom, hogy majd ebből ugye megyünk át, és a Hullámvasút egy nagyon találó cím, a borító is érdekes, itt majd egy későbbi iskolás beöltözős Halloween bulinak a képét kaphatjuk vissza, én úgy sejtem. Hát ez a Madarász Éva, ez nagyon szépet alkotott, nagyon jót írt. Én nekem egy
valószínűleg 4,5 csillagot fogok ráadni, de mindenképpen mellé is tudom ajánlani a kötetet. A fél csillag levonásról majd mindjárt beszélek. Ez a kötet, ez tulajdonképpen egy eddig biztonságos kis családi burokban élő családról szól, de a főszereplőnk egy kislány, aki most végez a 8-ban, és kezdi meg majd a gimis éveit. Egy meglepően érett kislányról van amúgy szó. Persze ő is éli a tinik szokásos életét, és neki is megvan a kamasz korszak, ahol igenis dűt borít az ember, és nagy érzelmi kitörések vannak. Ez nem mindenkinél alakul így, de hát nem mindenkivel történik meg ez is, vagy ezek a dolgok is. A történetben nagyon hamar belecsapunk a dolgokba, tulajdonképpen a főszereplőnk arra ér haza, hogy az édesapja otthon egy másik nővel, hát tulajdonképpen in flagranti találja őket, bár nem történik, jaj, ez most saját magamat belezaltam a történetbe, tehát nem maga az aktus történik, mikor belép az ajtón, hanem úgy félig meddig fel vannak költözve az apuka és a hölgy is, de egyértelmű, hogy mi történt közöttük, a kislány ugye elroham, a szülők válnak, a kislány az borzasztóan haragszik először mindenkire, majd utána csak anyára, apára, majd utána csak az édesapára. Közben a legjobb barátnőjéről kiderül, hogy a szülei jelentkeztek valamilyen állásra Bostonban, azt hiszem orvosi állásra, és el fognak költözni. Úgyhogy hirtelen se család, se barát, majd kiderül, hogy nem csak ez kell feladja, hanem a házat is, hiszen onnan el fognak költözni. Az új iskola mellé vesznek egy házat, illetve hát az édesanyja a két lányjal, és hát ennek a különböző dolgai kerülnek szóba. Amit még mindenképpen szeretnék megemlíteni, mielőtt elfelejtem, az az, hogy nem csak erről szól, hogy hogy éli túl ezt a válást ez a kislány, és hogy fogadja el úgy, ahogy, mert még megyünk majd a Balatonon is, lent leszünk, a nagymama is mond dolgokat erről, de erre még mindjárt visszatérek, de a lényeg az, hogy szóba kerül a faji megkülönböztetés, szóba kerül a tulajdonképpen még a származás, szóba kerül itt egy olyan gyilkosság, ami nem is gyilkosság volt, hanem hát nem is önvédelem, hanem egy baleset, hogy de ez csak a kislány révén kerül majd szóba, de ezt nem ő követi el, illetve hát nem ő részes ennek a balesetnek. A tanárok az új iskolában nagyon jó karakterek, az osztály nagyon szuperül lett kitalálva, nagyon jó az, hogy mindenkiről derülnek ki dolgok, és senki sem tökéletes. Mindenkinek van fekete és fehér oldala, bár azért hozzáteszem, hogy a legtöbb gyermeknek azért ezt nem úgy kell venni, mint a felnőtteknél, de mindenkinek vannak is apró, pici titkai, dolgai. És emellett persze a szokásos tini életnek a nyűgjei, hogy amellett, hogy ezek bejönnek, még ugyanúgy egy fiú is a képbe kerül, aki egy motoros, bőrszerkós csávó, de nagyon szimpatikus, kedves és aranyos. Szóval amennyi rosszat kapunk, annyi szirupost is, de annyira jól vegyítve, hogy én nekem nagyon tetszett, és tényleg felültem én is erre a hullámvasútra, és lehet, hogy pont rosszkor olvastam, vagy jókor, vagy nem tudom, de nagyon elkapott a könyv. Hát ilyen egy nap, másfél nap alatt olvastam el, mert nekünk is voltak még itt dolgok, de én azt tudom mondani, hogy ezt mindenképpen érdemes elolvasni, hiszen a végén azért úgy, ahogy szépen zárul a kötet, és a fél csillagra vissza fogok térni. Érdekes gondolatok voltak benne. Ugye most jöhetnék azzal, hogy beszéljünk a faji megkülönböztetésről, a félig ázsiai fiúról, Áronról, a roma kislányról, Luizáról. Én mégis inkább arra térnék ki, ahogy a szülők válása történt, és a nagymamának is nagyon jó
meglátásai vannak, és a kislánynak is nagyon jó meglátásai vannak. Erre szokták azt mondani, hogy hol itt az igazság, és erre mondjuk azt, hogy ahány ember, annyi igazság van. Egy gyermek, akinek arra lenne szüksége, hogy egy biztonságos otthonban nőjön, cseperedjen fel, és a szüleire szüksége van, ugye történik egy törés az életében, hirtelen fel kell nőni, hirtelen nagyon sok minden átértékelődik. A kislányt abszolút megértem, hogy hiányolja az édesapját, hiányolja azt az apát, aki előtte volt, mielőtt ez az egész megtörténik, hiányolja azt, ami régi életet, ami a kis ő kis gombócuk volt, a kis érzelmi gombócuk, és teljesen megértem, hogy mit miért mond, és teljesen el is tudom fogadni az ő szavait, de valahol az apukának is igazat tudok adni, illetve, ha jól vettem ki a történetből, az anyuka is elfogadja, és pont azért, amit a nagymama is elmond. Hiszen a lányok tulajdonképpen akkor látnak már bele ebbe az egészbe, mikor már ennek a kicsúcsosodott része van, hiszen a nagymama azt mondja, hogy már évek óta nem olyan boldogok, mint valamikor, tehát ebből mi következtethetünk rá, hogy itt már többször törés történt, tényleg nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. És az apuka lép ki előbb a kapcsolatból. Az nagyon csúnya volt, ahogyan ezt tette, ezt nem így kellett volna megoldani, de én elvált szülők gyermeke vagyok. Gondolom nem vagyok vele egyedül, rengeteg ilyen hasonló ember van, mint én, és még lesz is sajnos, de én azt tudom mondani, és nem ismerjük bele a magánéletben, meg hála a jó Istennek, én lekopogom, én nekem nem volt azért ilyen nagyon borzasztó gyermekkorom, hatalmas rózsaszín virágok között sem nevelkedtem fel, és nem volt rózsaszín felhős cukorborsó élet sem, de az biztos, hogy azt már gyermekként is láttam, és észleltem, és most is azt mondom, ha két felnőtt ember nem jön ki egymással, és mégis együtt maradnak, vagy az anyagiak miatt, vagy bármi más miatt, az nem feltétlenül tesz jót a gyermeknek. Ez az egy, amivel nem tudok teljesen egyetérteni, hogy, és mert az írónő ugye próbálja folyamatosan azt sugallni, vagy a gyermek lelki világát, hogy nem tudja elfogadni, mert ezt tette, az ahogy tette, azt én se tudnám, viszont magát azt, hogy mikor már nincsen meg, aminek meg kellene lennie, és szépen elválnak tisztelve a másikat, azt meg tudom érteni, hiszen egyrészt még a szülők is fiatalok, és hátra találnak maguknak egy olyan párt, akivel boldogok lehetnek ismét. Miért lenne az jobb egy 45 éves férfinak, és akkor gondolom egy körülbelül annyi idős nőnek, hogyha együtt maradnak, jönnének a szokásos veszekedések, a tányérdobálás, a kiabálások, uram bocsá, eljutnánk az ütlegelésig is, az miért lenne jobb? Az mitől lenne jó? Az jó lenne? Jó lenne egy boldogtalan kapcsolatot látni? Akkor jó lenne azt látni a gyermeknek, hogy hát nincs minden rendben? Hogy anya nem elég erős, apa nem elég erős kilépni egy kapcsolatból? Szóval érdekes annak az üzenete is, hogy mi van, ha együtt maradnak, és mi van, ha külön mennek. Fájdalmas, és igen, alkalmazkodni kell, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, rengeteg fájdalommal jár, de reményt adhat egy jobb és újabb életre. Ha még 10-15-20 éven keresztül ebben élnek, nem vagyok benne biztos, hogy jobb, mint ha elválnak útjaik. Nem tudom, melyik ad pozitívabb üzenetet. Természetesen a legjobb az lenne, ha szeretnék egymást, és minden megoldódna. Nem tudom, hogy nem vagyok pszichológus vagy pszichiáta, nem tudom, ki foglalkozik az ilyen családmegmentésekkel. Nem tudom, hogy van-e pozitív ebben, történt-e már pozitív, vagyis hát biztos, hogy történt, csak hogy milyen arányok vannak itt. De itt ebben a történetben, mikor már egy harmadik fél is belép, és vele boldog, akkor már ezt el kell engedni, mert én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb egy kapcsolatban a bizalom. Ha az elvész, az többet nem lehet visszaszerezni, vagy legalábbis nagyon nehéz. Nem hiszem, hogy bárki még egyszer úgy meg tudna bízni abban a másik emberben, mint annak előtte, ha egyáltalán bízott előtte is benne. Szóval nagyon nehéz kérdéseket boncolgat, talán ebbe ment bele amúgy a legjobban, a többit azt nagyon kapargatta csak, a faji megkülönböztetést. Az még pozitívum nekem, hogy a
aki a neonácizmusért teljesen oda volt, egy tanult, diplomás ember volt. Ezzel felhívva a ja, és egy mindenki által elfogadott ember, és nagyon sokan féltek is tőle, tehát az, hogy nem azt mondta, hogy egy 8 általános végzett ember, aki teljesen be lehet hűíteni, hanem igenis, olyan emberek is hisznek még a mai napig olyan dolgokban, vagy borult el az agyuk, inkább így mondanám, ami hát már nem ebben a 21. században való, de biztos lesz még ilyen, sajnos sok, de ez mindenképpen pozitívumnak gondolnám. Úgyhogy ezt bátran tudom ajánlani olvasásra. Az utolsó könyv szintén hasonló, és ezt is nagyon szerettem, és tudom ajánlani, ez pedig nem más, mint Weber Anikótól, Az örök szerda. Ez az abszolút könyvek, ez úgy látszik nekem nagyon bejön, ezt a Pagony kiadó adta ki. Hát, tetszett, aranyos volt. Ez egy teljesen más típusú történet, itt nem ilyen szinten megyünk bele az érzelmekbe, hanem egy ilyen kis lájtos, kis ifjúsági, tényleg nagyon aranyos történet volt. A főszereplőnk az egy fiú meg egy lány, és Dávid és... Hát itt hirtelen nem látom a kislány, de talán Réka, de nem mernék rá megesküdni. A lényeg az, hogy Dávid felkel az egyik nap, egy szerdán, mivel hogy örök szerdáról van szó, egy szerdai nap felkel, otthon van, mert beteg volt, és az édesanyja benyit a szobájába. Hát szót követ, eltelik a nap, másnap újra felébred, megint szerda van. Először azt hiszi, hallucinál, nem érti a lényeget. Aztán kiderül, hogy a szomszédba költöző Réka is felsejlik előtte, vagy valahogy rájön, hogy ő is tudja, hogy ez a nap ismétlődik. És minden egyes nap ugyanazok elkezdenek nyomozni. Miért történik ez? Miért van állandóan szerda? Vannak itt időzavarók és időkezelők. A fantasy része nagyjából ennyi, hogy egy időhurokban játszódik a történet, de más ilyen fantasztikus dolog itt sincs. Inkább ezt a nyomozásos rész tetszett, bár egy picit ebben nekem kevés volt, de nagyon tetszett. Valahogy ilyen szépen össze volt ez tákolgatva ez az íromány, nagyon, nagyon szépen, olyan pont annyi volt, pont amennyi kellett. Tényleg mindenki gyanúsított lett a végén. Először senkiről se gondoltad, hogy ő esetleg az lehet, utána mindenkiről valamiért azt gondoltad, de még a saját édesanyádról vagy nagynénédről is. Mindenki gyanúba keveredett, nem bízhattál senkiben. És aztán szépen minden helyre rázódott, a két fiatal közel került egymáshoz, bár nem szerelmi szálnak mondanám, inkább ilyen nagyon jó barátok lettek ők nekem. Én nekem ez még abszolút nem ilyen szerelmes kategória. Rengeteg kis kalandon mentünk keresztül, ami nekem egy picit fura volt, hogy mikor már rájöttek, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, újra megismétlődik a nap, egy picit nagyobb bátorságot is el tudtam volna viselni, hiszen bármit csinálok, úgyis holnap ugyanaz a nap ismétlődik meg. És amúgy egy régi film jutott róla eszembe, bár nem fogok a címére emlékezni, de azt tudom, hogy Bill Murray játszott benne, és valami mormotás volt, és ott is mindig megismétlődött az a nap. Nagyon szimpatikusak voltak a szereplők, már persze a pozitív szereplők. Én nekem tetszett ez a történet, úgyhogy Weber Anikó mindenképpen szuper könyvet írt, és fel fog kerülni arra a listára, akiktől szívesen olvasok. Jaj, jó történet volt, jó szívű szereplőkkel. Itt azt nézem még, hogy 9-től 12 éveseknek ajánlják a kötetett a Pagony kiadónál. Én nem tudom, én nagyon szerettem 39 évesen is. Úgyhogy ez a 9-től az oké, okay, de szerintem mehetünk egészen fel. Hiszen tényleg amúgy, ami egy jó történet, ez kell, az benne volt. Lehet, hogy nem mindenki szereti, de mondom, ifjúság és krimis szálacska, kis fantasy beütése, nagyon szuper történet volt. A kalandokról még annyit, hogy nagyon tetszett nekem, hogy hogy is fülelnek le embereket, és hogy hát tulajdonképpen a végén van egy nagyon szép rész, ahol azt mondják, hogy jó, rendben, akkor most már mindenre rájöttünk, akkor csináljunk egy olyan napot, amit soha ne felejtsünk el.
De aztán itt jön egy kis csavar a történetben, és nem minden nem úgy alakul, ahogy ők eltervezik. Többet nem szeretnék róla mondani, olvasásra érdemesnek gondolom, olvassátok el ti is, ha szeretitek hasonló köteteket, ezt bátran tudom ajánlani. Én ennyi voltam mára, én remélem tetszett a videó, remélem, hogy tudtam olyan köteteket ajánlani, amelyik felkeltett az érdeklődéseteket, hogyha ilyen trónokharcás, eposzos, új fantasy világot, teljesen új világot szeretnétek olvasni, a Ladán könyvét, ha ilyen igazi belevaló fantasy-t szeretnétek olvasni, Fróna Zsófinak a sorozatát, a fegyverforgatókat nagyon tudom ajánlani, az az igazi mostani ifjúsági fantasy sorozatokkal nagyon megy. Én azt mondom, hogy ha ő egy nem sajnos vagy szerencsére, mert sajnos, mert sajnálom őt, mert szerintem már ő milliómos lenne, ha külföldi szerző lenne, de nagyon örülök, hogy megmondhatjuk, hogy magyar szerzők is vannak ilyenek. Ez a fegyverforgatók sorozata nagyon sok külföldit ver, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ajánlani. Sajnos Mészáros Dorka könyvét nem tudom ezt mondani, viszont Madarász Élva a Hullámvasút című kötetét, amúgy nem feltétlen csak gyerekeknek, hanem igenis szülők is nyugodtan olvassák el. Volt benne tanulság, elgondolkodtató egy-két helyen tényleg, úgyhogy szintén bátran tudom ajánlani. Weber Anikónak az Örök szerdáját meg szintén tudom ajánlani, úgyhogy egyszerűen nagyon jó hetem volt szintén, egy könyvtől eltekintve. Nagyon szerettem ezt a zsűris évet. Ha megadatik, akkor folytatni fogom a zsűrizést, és nagyon jó szívvel gondolok erre az évre, már ilyen szempontból, és nagyon jó köteteket olvastam, nagyon jó írókkal ismerkedtem meg. Gyerekek, olvassunk magyar szerzőktől, mert megéri. Van ezek között is jobb is, rosszabb is, és hozzátenném, hogy mindenkinek magának, hiszen ami nekem tetszik, nem biztos, hogy másnak is, vagy fordítva, de lehet éppen azonos ízlésünk van. De én azt mondom nektek, hogy igenis, írnak ugyanolyan jól, ha nem jobban, vagy nem inkább, inkább úgy mondanám, hogy hozzánk sokkal közelebb állóban, hiszen itt laknak a mi életünket, és hogy mondjam, amikben mi élünk, és amit mi magyarok szeretünk, ehhez mérten írnak, és sokkal közelebb tud hozzám kerülni, mint egy külföldi. Azt is nagyon szeretem, félreértés ne essék, nagyon sok jó sorozatot olvastam, nagyon, hát tudjátok, ott a G.D. Robnak a krimi sorozatát imádtam, akkor tavaly nagyon szerettem Fjallbakkát, az ugye ott a skandináv részem volt, tehát nagyon szeretem azokat is, de hát ezeket kár lett volna kihagyni, úgyhogy én bátran és meleg szívvel ajánlom nektek mindegyiket, mert tényleg nagyon jó. És ha meg lesz a top 10, ha csak röviden is, és bemutatva, de mindenképpen szeretném nektek megmutatni, hogy mi is került be a top 10-be. Egyelőre még az, hogy ki nyer, azt nem fogjuk megtudni, de a top 10-et igen, és ha van kedvetek, a Moira, ha beregisztráltok, illetve lehet, hogy már akkor nem lehet most szavazásnál, de mindenképpen érdemes amúgy, mert könyves társaság van, úgyhogy bátran invitálok mindenkit oda szeretettel, de lehet majd szavazni, aki esetleg már most moly, és meg segített eldönteni azt, hogy a közönség szavazatát azt kire adja le, és hogy ki fogja majd megnyerni a közönség szavazatokat, és szeptember körül derül ki, azt hiszem, hogy ki fogja megnyerni, addig pedig a top 10-es listát ABC sorrendben fogjátok majd meglátni, hétvége fele valamikor. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó könyveket sikerült olvasni. Én azt hiszem, hogy minden bújával, bajával megérte nekem ide igent mondani, és nagyon kedves, nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg, több barátot is hozott nekem már ez a moly, úgyhogy jó könyvek voltak ezek. Én remélem tetszett a videó, most már tényleg befejezem, én továbbra is szeretlek benneteket, várlak vissza legközelebb. Sziasztok!